Izgatottan várom, hogy megosszam veled a mai leckét, mert most nem másról lesz szó, mint az online marketing legfontosabb kérdéséről. A minap a blogon kaptam ezt a kérdést, lehet, hogy pont te küldted. Már sok éve becsületesen vezetem a cégemet, de az online marketingbe csak nemrég fogtam bele. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy csomó konkurensem van fent online, akikről tudom, hogy kóklerek. Én tudom, hogy kóklerek, tudom, hogy a termékeik rosszak. Tudom, hogy a szolgáltatásaik színvonala borzalmas. De mégis, a honlapjuk alapján sok vevő őket választja, és nem minket. Gábor, segíts, hogyan tudom elhitetni a piaccal? Hogyan tudom megértetni egy új vevővel, hogy bízhat bennem? Hogy szakmailag tényleg a legjobb vagyok? Hogyan tudom akár az első látásra megszerezni a bizalmát, hogy ne a Kókler konkurenseimet válassza, hanem a mi cégünket? Ez az online marketing végső titka. Senki sem fog vásárolni tőled, ha nem hisznek neked. Hiába van olyan terméked, ami világszínvonalú. Hiába fejlesztetted ki, hiába kutattad fel a legjobbat. Hiába töröd össze te és az alkalmazottaid kezüket, lábukat, hogy magas színvonalon ki tudjátok szolgálni az ügyfeleket, és hosszú távon gondoskodni tudjatok róluk. Ha egy új látogató első látásra a honlapodon járva nem kapja meg azokat a jeleket, amik benne bizalmat építenek, akkor a te honlapod azok közt lesz, amiket elsőként zárnak be, és hagynak ott, és így több esélyed náluk már nincs is. És a legrosszabb az egészben az, hogy a bizalom, a hit rettentő nehezen megfogható dolgok. De vannak, akik mindent megtesznek, hogy meg tudják fogni ezeket az apróságokat, mert a megélhetésük függ tőle. Beszéljünk a szélhámosokról. Egy szélhámos tudja, hogy amit kínál, az becsapás. Tudja, hogy őt nem fogják tovább ajánlani, éppen ezért egyetlen esélye van, makulátlan első benyomást kell keltenie. És ha így bejön valaki a hálójába, afelé neki 100%-osan hihetőnek kell lennie. Ezért a szélhámosok tökéletességre fejlesztették azt, amit te becsületes emberként valószínűleg elhanyagolsz, mégpedig azt, hogy hogyan legyél hihető, hogyan tükröz megbízhatóságot. Képzeld csak el, ha a honlapod jobban visszatükrözné azt, hogy te megbízható vagy, ha a honlapod érzékletesebben kifejezné azt, hogy az ígéreteidet a vevő nyugodtan elhiheti, akkor mennyivel több üzletet kötnél. De a valóság az, hogy akármit mondasz, arról tudod, mit hisznek a vevők? Hiába vagy jó. A vevők nem hisznek neked. Azt feltételezik elsőre, hogy meg akarod vezetni őket. Hiába jó a céged, a vevők nem hisznek a cégedben. Azt feltételezik elsőre, hogy a céged eltűnik a pénzükkel. És ha panaszkodnak, akkor elérhetetlen lesz. Hiába jó a terméked, a vevők nem hisznek benne. Azt feltételezik, hogy széthullik, hogy probléma lesz vele, és hogy tuti nem azt kapják, amit a honlapodon állítasz az eredményéről. A mai vevő hiper-szkeptikus, és ezért nekünk is, neked is hiper-keményen meg kell dolgoznod azért, hogy elhitesd vele, hogy bízhat benned, bízhat a vállalkozásodban, bízhat a termékedben, bízhat a szolgáltatásaidban, és nyugodtan elhiheti azt, amit állítasz. Ha ma sok olyan látogató van az oldaladon, aki egy pár másodperces látogatás után elmegy, akkor szinte biztos, hogy az első benyomással van baj. Szinte biztos, hogy az első látásra, akármilyen jó is vagy, igazából a honlapod nem tükröz hitelességet. Ha hihetővé válsz a piac szemében, az online eredményeid ugrásszerűen meg fognak emelkedni. Mitől fognak benned első látásra megbízni? Mitől fognak neked hinni? Nem attól, hogy minőségről beszélsz, az már rég nem működik. Nem attól, hogy a szakmai díjaidat, diplomáidat, szakmai elismeréseidet megvillogtatod, azon már senkit nem érdekel. És nem attól, hogy öltönyben meg nyakkendőben állsz egy szépen megdizájnolt honlapon, mert ma már ennek sincs meg az a hatása, mint régen. Mitől fognak benned első látásra megbízni? Mitől fognak neked hinni? Ezt egyedül a szélhámosok, a kóklerek vitték tudományos szintre. Ideje, hogy most végre te is megtanuld, és ellenük fordítsd, hogy végre elnyerd azt a bizalmat a piacon, amit a céged megérdemel. Ez ma az online marketing első számú, legfontosabb kérdése, és éppen ezért erről fogok előadni a Marketing Expo reggelén. Megosztom veled azokat a kutatásaimat, amik a mai fogyasztók bizalmáról szólnak. Megosztok veled sok érdekes és izgalmas módszert, amit a szélhámosok alkalmaznak, hogy elnyerjék az áldozataik bizalmát, hitét. És aztán azt is felfedem, hogy ha eléred, hogy a piac higgyen neked, hogyha eléred, hogy megbízzon a cégedben, hogyha eléred, hogy a terméket, szolgáltatásod ígéretét elfogadja, akkor még mindig marad egy utolsó akadály. Még mindig marad egy valami, amiben nem fog hinni, és ezt ma szinte senki sem kezeli.
Mi ez az utolsó akadály, és emiatt mit kell átfogalmaznod a honlapodon? Ezt megtudod az előadásomon, a Marketing Expo-n. Ha már regisztráltál, akkor várlak szeretettel, és már alig várom, hogy megoszthassam veled a felfedezéseimet.